a sportműsorunk nyugodjanak meg, állandó marad, nem én leszek a műsorvezetője, az is állandó marad, de a főcím, a külcsín itt is egy picit változik 2018-ban. Erről is beszélgetek most sportműsorunk szerkesztőjével, Gergely Gáborral. Ne köszöntsük egymást, nem? Mert ne köszöntsük egymást. Hiába, igen, hazugság lenne azt mondani, hogy hú, most találkoztunk. De jó, össze, hogy itt vagy. De jó, hogy itt vagy. Na, szóval annyi, hogy ha már így nagyon belekezdtem, hogy azért a dolgok maradnak, de a főcím egy picit változik. Frissülnie kell olykor a dolgoknak? Nagyon nehéz egy főcímet megváltoztatni. Többek között azért is, mert ami volt, mint Újpest sportja, tehát ha. Úgy, ahogy látszott, az nekem nagyon tetszett. Ráadásul, ugye amikor beszélgetek egy-egy vendéggel, akkor egy nagyon jó sportos háttér van, piktogramokkal, különböző mozdulatokkal, és hát amit most is láthatunk. Amit most is láthat a kedves néző, és próbáltunk valami olyasfajtát kitalálni, ami nem üti azt agyon, de hajaz rá. Azt hiszem, hogy sikerült, nekem tetszik. De alapvetően az irányaid ugyanazok maradnak, hiszen azért ez Újpest sportjáról szól ez, ami mondhatjuk, hogy elég gazdag, tehát hogy van merítési lehetőséged. Én nagyon szerencsésnek érzem magam, és azt is lehet mondani, hogy elég könnyű dolgom van itt Újpesten, hiszen hát az újpesti Dózsa, az UTE, az Újpest FC, és folytathatnám a sort az egyesületek sorát, mert nem csak róluk van szó, rengeteg fantasztikus eredményt ér el, olimpiai és világbajnokaink vannak, de az igazat megvalva én arra készülök, hogy nem csak velük foglalkozom, hanem egyre több fiatal újpesti tehetséget, sportolót is nagyon-nagyon szeretnék. De azt azért csinálod te. Én csinálom, de még többet szeretnék, akár még kisebbeket is, hogyha, bár tudod azt, nagyon jól tudod, hogy kicsikkel nagyon nehéz beszélgetni, igen, de megpróbálnék egy nagy bajnokot odaültetni egy kezdővel, hogy azért az idol, a példakép ott ülhessen mellette, és akkor érezze azt, hogyha jól dolgozik, tehetséges, kitartó, akkor hova lehet eljutni? Tehát akkor ebben van egyfajta, most nagy szót használok, de egyfajta ilyen küldetés tudatod is? Nekem nagyon fontos az a sportban, hogy ne csak a toppal foglalkozzanak az emberek, és ne csak azt lássák, hogy egy-egy versenyző ott van a világ tetején, És átveszi az aranyérmet. Hanem valami úton módon szeretném azt megmutatni, hogy milyen rögös út vezet el odáig, mert azt pontosan tudjuk, hogy mi magyarok, én is, nem csak más, a szurkolók, hát aranyéremben gondolkodnak, mindig aranyéremben gondolkodnak. És te vagyunk kényeztetve, nem? El is vagyunk kényeztetve, de azt azért tudni kell, hogy a 8. helybe, vagy netalán az első 32-be ugyanannyi munka van, mint teszem azt az aranyérembe. Csak lehet, hogy amikor az aranyérem megszületik, aznap úgy ébred föl az ember, hogy a legjobb, a legjobban felkészült, a legjobb formában van, és még a csillagok is jól állnak. Igen, és jön a negyedik, én azt szoktam mondani, hogy jön az SF, a szerencse faktor, mert szerencse nélkül nem lehet oda kerülni. Ebben sem. De persze természetesen szerencséje csak annak van, aki elvégezte a munkáját. Igen, de azért van egyfajta ez a tipikus magyar szurkolói lélek, hogy azért az alapvetés, hogy ezüst éremre, pláne egy negyedik helyre, már így főhúzzuk a szemöldökünket, hogy hát azért, na nem. Matyiát. És nyilvánvalóan a stúdióba bejön egy olimpiai bajnok, az azért valóban ilyen kegyetlen az élet, az nagyobb szó, mint ha bejön egy olimpiai negyedik, holott aki olimpiai negyedik, az valami egészen elképesztő hát teljesítmény. Igen, én azért erre mondhatom, büszke vagyok, hogy azért én be tudok csábítani olimpiai és világbajnokat sorát a stúdióba, és törekszem arra, hogy legalább 3 hetente, havonta azért egy-egy, bocsánat, nagy név is legyen hát a többiek név, mondjuk, mellett, persze. Mert hiszen az fontos, de azért azt szeretném hozzátenni, hogy ameddig odáig eljut valaki, hogy olimpiai bajnok legyen, ahhoz kell az, hogy tudjuk azt, amit most ismétlem magam, hogy micsoda munkát végzett el. Persze. És az, hogy én belülről is, mert hát valaha én is sportoltam, én pontosan tudom azt, hogy mennyi lemondással jár.
majdnem azt mondtam, hogy milyen rettentő zsák cipeléssel jár, míg az ember odáig eljut, de abban biztos vagyok, hogy bármelyik nagybajnokot megkérdezném, hogy vállalná-e újra, 100-ból 99 azt mondaná, hogy igen. Mindennel együtt. Amit mondtál, ebből két út vezet, vagy két gondolat jut eszembe. Kezdjük azzal, hogy ezt egyébként már valószínűleg kérdeztem tőled, de egyrészt sanszosan nézzük is, elfelejtették, másrészt meg én is. De mit gondolsz te világbajnok asztali teniszezőként, ha már mondtad, hogy azért te igyekszel becsábítani a világbajnokokat, olimpiai bajnokokat, hozzád könnyebben jönnek, mert te azért újságíró vagy már, bár azon gondolkoztam, hogy most már lehet, hogy legalább annyi ideig voltál már újságíró, mint amennyi ideig sportoló voltál, nem? Tehát, hogy kb. Most már egyre inkább itt tartunk, de azért könnyebben mondják egy világbajnok sportolónak, hogy persze bejövök, az ismertségen túl is. Egy kicsit korábbról kell kezdenem. Igen, tehát a válaszom az, hogy igen. Hogy igen, a rövid válasz az igen. Hogy könnyebben bejönnek, de azért az hozzátartozik, hogy én az újpesti televíziózás előtt a magyar napilapoknál voltam sport rovat vezető szerkesztő, ahol bizony rengeteg sportolóval készítettünk, a munkatársaim készítettek riportokat, írásokat, és akkor éreztem azt, hogy én milyen szerencsés vagyok. Mert úgy érezték a vendégek, úgy érezték a riportalanyok, hogy egy sportoló másképpen közelíti meg őket, mint, bocsánat a kifejezésre, mint egy újságíró, aki valamit tud a sportról. Igen, de meg gondolom azt is érzik, hogy te pontosan tudod, hogy miről beszélnek, nem? Igen, nem lehet megvezetni, ezt úgy mondhatom. Egyrészt nem lehet megvezetni, másrészt meg tudod, hogy milyen munka van ebben, mikkel jár ez. Tehát, hogy teljesen máshogy kell neked beszélniük, vagy más dolog, mint mondjuk... Én megmerek olyat kérdezni valószínűleg, amit lehet, hogy más nem merne feltenni, vagy nem tudná úgy, vagy igen, nem jut eszébe úgy, hogy vajon mi is történt. Tehát én merek beszélni a kudarcokról is, mert a kudarcokon keresztül vezet az út, tehát olyan nincs, hogy mindenki mindent megnyer állandóan. Hát igen, éppen ezért, de pont ezért van egy alapállapot, amikor néhány alkalommal például én ide a helyedre beugrottam, mert éppen így hozta a szükség, vagy a sors, akkor én nyilván sportot szerető, de laikus emberként ezt tudtam hozni, hogy laikus sportrajongóként kérdeztem, ami teljesen más, mint sportolóként kérdezni. Igen, ez valóban így van, és erre egy rövid történet, nagyon rövid zanzás történet lesz, amikor elkezdtem ezt az újságírói pályát, akkor hát én már régebben is ismertem a sportolókat, természetesen edzőket, és Dr. Mezei György, aki akkor volt a válogatott szövetségi kapitánya. Már a futballválogatott. A futballválogatott szövetségi kapitánya, és felhívtam telefonon, hogy szervusz Gyuri, szeretnék veled beszélni egy valamiről. Ennyit mondott. Na mi van? Átálltál a túloldalra? Igen, és átálltam a túloldalra. Tehát, hogy így lebegszem a kettő között. Igen, hát én mindig sportoló maradok, de hát ugye ez a szakmám most már az, hogy sportújságíró vagyok, de arra nagyon ügyelek, hogy próbáljam betartani, ami nagyon fontos a sportba, a sportszerűséget. Itt is, a beszélgetésekben is. Szoktam volt mondani a fiatalabb kollégáknak, hogy egy-egy félmondatért, egy-egy sztoriért nem adjuk el a barátságokat, nem rúgjuk fel a kapcsolatokat, hiszen nem biztos, hogy az a szakmádban segít az előre haladásban. Meg valószínűleg neked arra is kell figyelned, pont ezért, amiket most föl elmondtunk, hogy ne legyen bennfentes a beszélgetés. Nem, arra nagyon vigyázok, inkább arra próbálok minden egyes vendéggel és minden beszélgetésre, hogy valami mást hozzak. Tehát ne legyen szakmai, hogy miért túl szakmai, hogy miért gurult ki a labda például, vagy miért nem sikerült. Megpróbálom egy kicsit úgy bemutatni a kedves közönségnek, a vendégeimet, gyerekektől kezdve a világsztárokig, hogy valami mást is, egy picit
tudod, de egy picit bulvárosabban beszélgetni velük. Egyébként ez volt az egyik, a másik pedig az, hogy az a terved, hogy fiatalokat is behozzál ide, vagy már ezt is csináltad, és hogy ezt még inkább, ez azért is van, mert az is közismert, és ez most nyugodtan lehet itt a reklám helye ilyen értelemben, hogy te egy pingpong akadémiát, vagy ez az akadémia, nem tudom, hogy mennyire helyes szó-e, vagy nem elcsépelt-e, de végülis egy pingpong akadémiát vezetsz Újpesten, tehát, hogy aki pingpongozni szeretne kisgyerekként, az keresse a Gergelyt, de Újpesten, de tehát, hogy ez is, ezért is fontos neked az, hogy ez az utánpótlás megmutatkozzon, nem csak a sportcsarnokokban a pályán, hanem itt is? Az akadémiára csak arra annyit, hogy ugyanez a neve, hogy akadémia, de én egyszerűen csak pingpong sulinak nevezem. Na, hát ezért igen, érezted, Isten, hogy nekem is miért volt igen. Ez a... Igen. Tehát ez egy divat, hogy mindent akadémiának. De legyen akadémia. De legyen akadémia, pont, kész, elfogadtuk. Na, a kérdésedre válaszolva, nekem hihetetlenül fontos az utánpótlás, nevelés. Tehát nekem hihetetlenül fontos az, hogy egy gyerek megmozduljon, fölálljon, tegye le azt a, majdnem kimondtam, milyen telefont, és ne nyomkodja a gombokat, hanem próbáljon meg egy héten kétszer-háromszor, két órát ugrálni, figyelni, rosszalkodni ott a terembe, és hát az a haba tortán, hogy ugye a szerelmem az asztali tenisz. Közben még azt is megszereti. És megszereti a sportot, és legfeljebb, ugye amikor, tudod milyen jó érzés, amikor azt kérdezik, hogy Gabi bácsi, Gábor bácsi, mikor indulhatok már versenyen? El tudod képzelni azt, hogy mikor mehetek már versenyre? Tehát nem az, hogy lejövök és akkor rosszalkodok egy két órát bent, hanem hogy elkapta őket a kaucsuklabda varázsát. Szeretnének, és hála Istennek büszkén vallom, hogy most már akadnak olyan gyerekeim, akiket bátran elindíthatnék versenyeken, de én ezt nem fogom megtenni, hanem hozzásegítem őket, hogy elmenjenek egy nagyobb egyesületbe. Hisz a te egyesületednek, vagy ennek nem az a célja, hogy, én nem versenylovakat, hanem alapokat. Így van, én megpróbálom azt az alapot letenni, beléjük plántálni, amire lehet építeni. Mm-hmm. Tehát ezért mondtam, hogy az... És akkor továbbadom, teszem azt a BVSC-be, Budapesten nagy egyesületekbe, vagy bárhova, ahol remélem szeretettel fogadják őket, mégiscsak tudják, hogy honnan jöttek, és hogyha ott versenyezni akarnak, akkor megtessék parancsolni. Jó, de azért neked öröm, hogyha egy kisgyerek forrákjában, tenyeresében meglátsz egy Gergely, Klampár vagy Jónyer ütést, tehát hogy meglátod benne az igazán jó versenyzőt, a zsenit? Tehát hogy ez egy ilyen bizsergető érzés? Hogyne, ha bejön a gyerek és megfogja az ütőt, és utána az első órában, vagy a második foglalkozáson megpróbálja azokat a tiszta mozdulatokat megcsinálni, amit egy üdülő pingpongozó sose fog, tehát, és az a, veszi az adást, én azt szoktam mondani, veszi az adást, hogy a kezet így vidd, és akkor hidd el, hogyha én minden ütés után beleszólok, hogy hogyan kellene mozdulni, megfogom a kezét, pedig nagyon vigyáznom kell arra, nehogy véletlenül itt azt mondják, hogy én ölelgetem a gyerekeket, de ez hozzátartozik ehhez a sporthoz. Megfogom a kezét, megpróbálom azokat a mozdulatokat megtanítani, amiket nekem annak idején a csodálatos nevelőedzői megtanítottak, mert azt mondták, hogy ugye a Jónyer is, a Klampár is, és a Gergely is nagyon szép, tiszta mozdulatokkal játszott. Tehát az alapok jók voltak. Igen, igen, igen. És én ezt próbálom megtanítani nekik, hogy szép, tiszta mozdulatokkal kezdjenek el játszani, ismerjék meg ezt a sportot, aztán utána a zsenialitás, az már... hogy ő mit fog csinálni majd egy-egy labdával, ahogy jön, az úgyis benne van. Tehát ott improvizálni kell, és hogyha olyan tehetséges, akkor a szép alapokra lehet építeni. Szép házat. Így van. Itt teljes a te életed egyébként a sportújságírás, tévézés és a pingpong tanítás, gyerekekkel foglalkozás, így most azt mondod, elégedetten tudsz itt hátradőlni és azt mondani, hogy igen, ez így oké, rendben van? Nyugodtan mondd, ha nem. Én jó helyen vagyok, azt gondolom, jól érzem magam a bőrömben. Hát az nem titok, kedves nézők is láthatták, hogy 7-8 éve itt vagyok most már Újpesten, tehát én azt gondolom, hogy itt jó helyen vagyok, jól is érzem magam. Hol nincsenek súrlódások?
Hát az a legrosszabb dolog, hogyha minden ilyen egyenesen megy tovább, hiszen akkor nincs fejlődés. Jó, de ez az akadémiában még inkább teljesedett egy kicsit az igen, a kép, nem? Igen, ahogy említettem, tehát maga az életem, a sportújságírás, a televíziózás az a helyén van, és ez a kis pingpong iskola, ez a habatortán. Aha. Ez a habatortán, ami azt jelenti, hogy ha bármilyen fáradt vagyok, valami nem jött össze, akkor én bemegyek a terembe, leveszem a kabátomat, belebújok a melegítőbe, és egy egészen más élet következik. Ahogy mondtad, 7-8 éve itt dolgozol már, és ugye te kőbányai gyerek vagy, aztán a BVSC-ben sportoltál nagyon sokáig, de most már Újpesten sportolsz, vagy sportújságíróskodsz. Már Újpest is fölkúszott az előbb említett kőbánya zugló páros mellé? Azt kell mondanom, hogy igen. Hát ugye... Igen, végül is én Újpesten is lakom már, mm-hmm. tehát effektíve igen. mondhatom azt, hogy én Újpesten élek, hiszen itt is élek, hála Istennek jó közel a stúdióhoz. Igen, kell mondanom azt, hogy lassan Újpest beelőzte Zuglót. Mm-hmm. Kőbányát soha nem azt fogja, nem, mert ott születtél. Azt soha nem fogja beelőzni, de igen, Újpest most már ott van a Ez is érmes, és bár tudjuk azt, hogy ahogy beszéltünk, hogy az aranyérem, de hát kőbányát nem fogja beelőzni, de én azt gondolom, hogy itt a negyedik keletben jó helyen vagyok. Karácsonykor, szilveszterkor kicsit pihensz, gondolom te is. Fontosak-e ezek neked, vagy számodra egy évvégén egy picit megállni, ünnepelni, visszanézni? Én azt gondolom, hogy ha már volt sportolóként is mondhatom, hogy nagyon fontos a szünet, nagyon fontos a feltöltődés. Uh-huh. Nagyon fontos kiszakadni a mindennapos munkából. Ezt a gyerekek is fogják érezni, mert ahogy elkezdődik a karácsonyi szünet, tehát a téli szünet, akkor mi is bezárjuk a kis iskolát, és amikor elmennek stúdiót is. A stúdiót is, és amikor elmennek a suliba, akkor kezdjük az edzéseket, a foglalkozásokat. Itt a televíziózásban valóban, tehát a itteni munkában valóban az lesz, hogy megpróbálok nem gondolni rá. Mm. Tehát ez úgyse fog menni természetesen, de egy kicsit meg kell állni, és a szeretteimmel, a párommal, a családdal egy kicsit magunkkal foglalkozunk. Lehet, hogy nem csinálunk semmit, de együtt leszünk, és nagyon szép karácsony lesz, bízom benne. A szilveszter az a szükséges jó, vagy a szükséges rossz, ki az ki tudja. És akkor utána én azt gondolom, hogy ez a másfél hét alatt, pár nap alatt, amennyi szabadságunk van, az alatt összeszedek majd annyit, hogy bírjam a kiképzést a következő évre is. Hát ezt kívánom neked, és boldog ünnepeket is. Köszönöm szépen.